Jellegzetes fehér szán könnyen felismerhető hazánk legnagyobb termetű galambfaja. Az örvös galambok egyre elterjedtebbek, természettudományos vizsgálatok is megerősítik, hogy az egész Kárpát medencében erőteljes növekedésnek indult állományuk. Számszerűsítve ez annyit jelent, hogy a 90-es évektől napjainkig mintegy szereződött számuk terjeszkedésükkel az őshonos vadgerle mellett a múlt század elején még szintén invazív kalampfajnak számító balkáni gerle élettere is csökkent. Mivel ekkora nagy testű madarak, ezért ez a két másik galambfaj nem jelent nekik különösebb konkurenciát, legalábbis fizikális szempontból. Ezért most már megfigyelhető, hogy nem csak a város széli erdőkben, ligetes erdőkben, parkokban fordulnak elő, hanem a belvárosban is találkozhatunk velük. Az előbb említettem is, hogy építkezésen, az építkezési állványokon is hajlandóak simán fészkelni és költeni állomány növekedésükben nem csak erőfölényük számít, költési és változó vonulási szokásaik miatt egyre gyakrabban találkozhatunk velük a városokban. Évente kétszer is tudnak költeni, csak fakultatív vonulók, tehát számos áttelelő példányukat is meg lehet figyelni, és nagyon korán visszaérkeznek a mediterránumból. Az örvösgalamb főként kisebb magvakkal, növényi részekkel táplálkozik, a gabonatarlókon elhullott szemeket is szívesen fogyasztja. Emellett az érőfélben lévő napraforgókra is előszeretettel rájár.